Gyakran hallhatunk a megváltozott munkaképességről, de sokan nem tudják, hogy mit is jelent ez. Vannak, akik leegyszerűsítve csak a mozgássérültekre, rokkantakra gondolnak ilyenkor. A megváltozott munkaképesség fogalmát egy 2005-ös kormányrendelet írja le, 11 pontba részletezve. Ennél egyszerűbb megfogalmazást hallhatunk Bernátné Székely Juliannától, a MEOSZ tanácsadójától. Bernátné hangsúlyozta, hogy attól, hogy valaki megváltozott munkaképességű, még nem jelenti azt, hogy nem szeretne dolgozni. A megváltozott munkaképességűek munkához jutási lehetőségeiről, az ezt segítő intézkedésekről Dávid István, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium foglalkozási rehabilitációs főosztály vezetője tájékoztatott minket, aki e-mailben válaszolt kérdéseinkre. Tőle tudtuk meg, hogy 2011-től a 20-nál több főt foglalkoztató cégek kötelesek az állományuk 5%-ába megváltozott munkaképességűeket alkalmazni. Ha ezt nem teszik meg, akkor rehabilitációs hozzájárulást kell fizetniük, melynek összege 964.500 forint fejenként évente. Dávid István hozzátette, az összeg befizetésének elkerülésére a munkaadók megtalálják a kiskapukat. Az egyik ilyen módszer, hogy a cégek létszámát 20 főben maximalizálják. Ha ez nem járható út, akkor is inkább fizetnek. Az okokról megkérdezett szakértőink beszéltek. Ezt már dr. Sósné Szigetvári Ágnes, a Munkakör Alapítvány vezetője tette hozzá. Ez az alapítvány siketek és hallássérültek elhelyezésében nyújt segítséget. Sósné pozitív, követendő példákról is be tudott számolni. A Dunakeszi Ocean Áruház igazgatója Virgin Depardieu a nemzetközi tapasztalatokról beszélt. Kis Virág, az áruház HR vezetője az előzményekről beszélt. Szükség is van újabb jelentkezőkre, hisz a siketek között is magas a munkanélküliek aránya, valamint az áruháznak sem sikerült elérnie még a rehabilitációs hozzájárulás fizetés alóli mentességhez szükséges 28 fős megváltozott munkaképességű létszámot.
István a munkájáról mesél, ő volt az áruházban az első siket pénztáros. Az áruház vezetője szerint az elmúlt egy év visszajelzései igazolták helyes döntésüket. Gábor, aki szintén pénztárosként dolgozik, már siket vásárlóval is találkozott munkája során. Abban szakértőink is egyetértettek, hogy tennivaló van még bőven. Legfontosabbnak a segítő és a döntéshozó szervek közötti hatékonyabb együttműködést tartották.